szerelem megbetegít, kísérti az álmainkat, tönkreteszi a napjainkat. A szerelem több embert ölt meg, mint bármilyen betegség. Üdvözletem, Narez volnék, és ez itt a Cinegor Horror magazin csatornája. Orvosi praktikákról fogok nektek élménybeszámolót tartani. Az orvostudomány az elmúlt 200 évben szinte felfoghatatlan fejlődésen ment át. Amíg az emberek nem voltak tisztában egyes betegségek okaival, mivel nem ismerték a pontos folyamatokat, hajlamosak voltak valamilyen természetfeletti erő szeszélynek, rosszabb esetben pedig sátáni erő segítségével folytatott emberi mahinációnak betudni rosszul létüket. Az orvostudomány célja egy betegség mögött rejlő oksági összefüggésének feltárása, korábban azonban nagy tér jutott a kuruzslóknak, akik jobb esetben téves következtetéseket vontak le a betegséggel semmilyen kapcsolatban nem lévő jelenségekből, rosszabb esetben pedig szándékosan vezették félre a pácienseket. Az eredmény ugyanaz volt. Mára elavulttá vált orvosi gyógymódok vége láthatatlan sora, amelyekből az alábbiakban felmutatok néhányat. Az angol százkori Angliából mindössze néhány orvosságokkal foglalkozó munka maradt ránk. Az egyik ezek közül az óangol nyelven a késő 10. vagy a korai 11. században írt, egyes helyeken óír és latin szavakkal lacnunge, amely szintén nem nélkülözi a szokatlan gyógymódok felsorolását. Egy nő hirtelen történő megnémulása esetén például javasolja, hogy daráljunk le borsmentát, csomagoljuk be egy apjúszövetbe, majd helyezzük a nő alá, aki ettől hamarosan jobban lesz. Aranyér esetén a lacnunge azt tanácsolta, hogy vegyünk 3-4 gyökeret, süssünk meg forró parázson, majd vegyünk le egyet, zuzzuk össze, tegyük oda a fenekünkhöz, amilyen forrón csak tudjuk, majd, ha lehűlt, tegyük a helyére a másikat. Ezt ott hagyjuk 1-2 napig. Láz esetén amellett, hogy a vére hulló fecskefű sörbe történő belemorzsálását javasolta a gyógymód gyűjtemény, az érintettnek a következőt kellett a karjára írnia, ezt a szimbólumot. Fogfájás esetén meglehetősen kétségbe esettek lehettek az angol szászok, mivel azt javasolták Jézushoz hasonlóan, aki a szöveg szerint Péter fogfájása esetén cselekedett így, valójában amúgy ilyen nem volt a Bibliában, kérjük az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a Föld, a Menny és az Angyalok 20 kara, a 60 proféta, 12 apostol, 4 evangélista, valamint az összes szent segítségét. Hát nyilván ez segíteni fog a fájdalomba. Nem kizárt persze, hogy ez többet használt, vagy legalábbis nem rejtette magában súlyosabb megbetegedések veszélyeit, mint az egyiptomiak fogfájás esetén ellen használt módszere, akik egy döglött egeret tettek a szájukba. Az elsősorban sebészként ismert 15-16. Században élt Hieronymus Brunswick orvosi könyve a John Holibus fordításának köszönhetően első Erzsébet Angliájában egy elég hosszú című könyv. Szóval ez szerint a cím szerint megismert és használt munkája hajhullására égetett galamb ürülék használatával javasolta náthára egy darabka fehér répa az orrba történő feldugását, vizelet ürítési problémákra 3 nagy tetű belehelyezését a hímvesszőbe. A Svájcban élt doktor nem szerette volna, ha a tuberkulózisban szenvedő betegek túlzottan optimisták lennének kilátásaikat illetően, ezért amellett, hogy közölte, hogy nincs esélyük a felépülésre, a fájdalmak enyhítésére korabeli morfiumként többek között csigák házukkal történő elfogyasztását ajánlotta. Úgy vélte, fülzúgásra a legjobb orvosság, ha a beteg a fülébe kenderolajat önt, majd elkezd ugrálni azon a lábán, amelyik oldalra a füle cseng. Aszma esetén pedig a legtöbb, amit az ember tehet, hogy elfogyasztja egy róka tüdejét. Miután borba áztatott gyógyfüvekkel és édes gyökerrel átmosta azt. Hiába az orvos tudomány rohamos fejlődése, a 19-20. Században is felbukkantak még nagyon bizarr gyógyászati praktikák. Bár piócákat évszázadon át használtak, sőt, olykor még manapság is alkalmazzák gyógyászati célokra. A sokak számára visszataszító lények aranykora egy francia orvosnak, François Joseph Victor Brusseisnek köszönhetően meglepő módon a 19. század eleje volt. Már ha feltételezzük, hogy a piócák örömüket lelték képességeik orvos célú felhasználásában. A francia doktor úgy gondolta, hogy az állatok segítségével minden gyulladás gyógyítható. Ezekben az években hordószámra szállították a piócákat a világ minden területére,
jól védelmező piócafarmokat hoztak létre, és a túlzott érdeklődés következtében egyes piócafajok kihalás szélére sodródtak. Miközben a paciensek állapotában nem állt be garantált változás. Meglepetéseket viszont még a 20. század is tartalmazott. Az osztrák Julius Wagner Jöreg a 20. század elején olyan módszerrel igyekezett kezelni a végstádiumú szifiliszeseknél jelentkező az agyvelő sorvadásához, elbutulásához és megbénulásához vezető paralitikát, amelynek már az olvasásába is beleborzonghat az olvasó, ha egyáltalán ki tudja olvasni. Az osztrák doktor ugyanis úgy vélte, a fenti problémára az a legjobb megoldás, ha megfertőzi maláriával a beteget. Majd, miután azok elmeállapota konszolidálódik, kininnel gyógyítja őket a maláriából. Felfedezéséért Wagner 27-ben megkapta az orvosi Nobel-díjat. Gyógymódját pedig egészen a 40-es évek közepéig használták. Mivel azonban a páciensek mintegy 15%-a bele is halt a kezelésbe, felhagytak a módszerrel. Második Károly angol király egészsége megőrzése érdekében rendszeresen szedte a király cseppeket. Ennek elkészítése nem is volt túl bonyolult, mindössze egy emberi koponya kellett hozzá, amelyet porrá zúzva és alkohollal összekeverve már kész is volt az oldat, amelyet egyszerűen csak meg kellett inni. Jelzem, a királycseppeket iszonyú drágán lehetett eladni, úgyhogy kuruzslók százai mentek a középkorba és árulták ezeket a gyönyörű koktélokat. Amikor 1685-ben a király a halálos ágyán feküdt, orvosai kétségbe esetten itatták az uralkodóval ezt a löttyöt, mint hiába, nyilván. A koponyát emellett más szélről is használták, a rajta termesztett mohának vérzés csillapító hatást tulajdonítottak. És ha már a koponyáknál tartunk, a legkorábbi régészeti bizonyítékokkal is alátámasztott sebészeti beavatkozás a koponya lékelés, azaz trepanáció technikáját prehisztorikus idők óta orvosi és rituális célból számos civilizáció alkalmazta. A legkorábbi ismert bizonyítékok Krisztus előtt 6500-ból a mai Franciaország területéről származnak. Az ókorban az egyiptomi, kínai, indiai, római és görög orvosok számára a csontlékelés már szinte természetes rutin műtét lett. A korabeli orvosok úgy gondolták, hogy az operáció előzi a migrént, gyógyírt nyújt az epilepsziára és megszünteti a daganatokat. A beavatkozás sokszor életmentő célú volt, számos esetben sebesülés és az azt követő koponya űri vérzés miatt végezték el. A sebészi trepanáció során eltávolítottak egy csontdarabot, megnyitva ezzel a koponya üreget. A lékelés megakadályozta, hogy a fokozódó koponya űri nyomás miatt beékelődjön a nyúltagy, ahol a legfontosabb életfunkciókat szabályozó idegközpontok vannak. A múmia maradványok és a koponya orvosi célú felhasználása mellett egyéb emberi csatolmányt is hasznosítottak orvosságként a közép és kora újkorban. A koponyán termesztett moha vérzés csillapító hatás mellett úgy vélték, hogy az emberi haj porrá összezúzva gyógyszerként szolgálhat a sárgaság ellen. Időskori szürkehályok kezelésére. Ehhez szárított emberi ürüléket kellett porrá örölni, majd azt belefújni a beteg szemébe. Fogfájásra, illetve fogszuvasodásra gyakran javasolták az olyan nyaklánc viselését, amelyen egy elhunyt ember foga lóg, vagy éppen azt, hogy egy halott fogát érintse a beteg a saját fogához. A történelem egyik első ismert orvosi szakkönyve az Indiában szanszkrit nyelven írt Sushruta Samhita. A szöveg keletkezésének időpontját nem lehet pontosan meghatározni, mivel az eredeti kézirat nem maradt fent, és a művet csak későbbi másolatokból ismerjük meg. A szakértők azonban egyértelműen időszámításunk előtt 600 körüli időpontra datálják a művet. A Samhitában többek között egy szürke hályog műtét leírása is szerepel. Eszerint a páciensnek az orrahegyét kellett néznie, miközben az orvos a hüvelyk és mutató ujjával széthúzta a szemhéjakat. Majd egy tűszerű szerkezettel oldalról keresztül szúrta a szemgolyót. Ezután anyatejjel hintette be a testrészt, és egy gyógynövényekből készült főzettel mosta le a szemgolyót. Az orvos a hályogot a tűszerű szerkezettel távolította el. Kulcsfontosságú volt, hogy a páciens a műtét alatt ne köhögjön, tüsszentsen, böfögjön, vagy bármilyen tevékenységet folytasson, amellyel nyomást gyakorolhat a szemre. Sikeres kezelés esetén a beteg látása javulhatott, ám a műtét fókuszálatlan látást eredményezett. Mint az említett példából is látható, már az ókorban is számos különös orvosi eljárás létezett a föld különböző pontjain. A középkor pedig különösen gazdag tárháza volt a szokatlan gyógymódoknak.
Ezekben a századokban gyógyító praktikákra a rettenetes higiéniás viszonyok közepette nagy szükség volt, tekintve, hogy számos ma már nagyon könnyedén kezelhető dolog halálos lehetett. A közmény ugyan nem tartozott ezek közé, az általa okozott számtalan kellemetlenség azonban nagyon megkeserítette az emberek életét. Az emberek esetében a közvény tehát nem fenyegetett közvetlen életveszéllyel, a baglyok számára azonban igen. Az ízületi betegségre ugyanis egy recept, egy megpucolt, sóval behintett bagoly elégetését, majd a hamvak disznózsírral való összekeverését javasolja. A furcsa kenőcsöt ezt követően már csak fel kellett vinni a fájó testrészre. A kövér macskáknak és a sündisznóknak is lehetett félnivalója, egy másik recept ugyanis torokgyulladás esetére azt javasolta, hogy a beteg vagy annak ápolója egy megnyúzott és kibelezett kövér macskába tegyen többek között görög széna és zsája mellett medve és disznózsírt is, majd süsse meg a macskát. Az így kapott anyaggal aztán be lehetett kenni a beteget. Előfordult azonban, hogy nem csak különféle állatok, hanem emberek maradványa is felhasználásra kerültek. Az orvosi célú kannibalizmus ugyanis évszázadokon át számított elterjedt gyakorlatnak Európában. A rómaiak az elesett gladiátorok vérének tulajdonítottak az epilepszia gyógyítására alkalmas erőt, a középkorban pedig virágzott az Egyiptomból elrabolt múmiák gyógyítónak hitt porának kereskedelme, pontosítva emberi hamvak, amelyet gyakran pult alól titokban árultak a patikusok. Bár a múmia maradványok fogyasztása idővel visszaszorult, 1910-ben egy német gyógyszeripari katalógusból még mindig lehetett múmiaport rendelni. Nos, ez lett volna pár nagyon érdekes és elvont gyógyászati megoldás a középkorból, illetve az újkorból. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, vagy dobj egy lájkot. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot, ciao!